következzék a találkozó, amely a 190. a két csapat történetében, 55-ször győzött a Honvéd, 31 döntetlen és 103 ferencvárosi siker, ezekben csak a bajnoki mérkőzések vannak. 298 gólt rúgott eddig a Honvéd az élvonalban a Ferencvárosnak, tehát amennyiben a sötétmezes budapesti Honvéd betalálna kétszer a Ferencvárosnak, akkor megszületne a jubileumi 300. gól. Fehérben tehát, fehér-zöldben az FTC. Támadójátékot ígér Ricardo Moniz. Ez a mostani kezdőcsapat egyelőre még egy kicsit, hát hogy mondjam, biztonságibb összeállítást sugall. Gyakorlatilag Szomália tartózkodik majd elől. De hát meglátjuk, hogy játékban mindez hogy jelentkezik. A Honvédnál nem örültek az edzőváltásnak, ahogy Marco Rossi elmondta. Ilyenkor mindig néhány fordulón keresztül lendületet kap egy csapat. Hát meglátjuk, hogy a Ferencváros valóban lendületet kap-e. Csami. Az Újpest ellen ugye a 94. percben kapott góllal szenvedett vereséget az FTC. A Honvéd pedig még veretlen első pontjait a Paks ellen veszítette el. Előtte 1-0-ra győzött a Siófok, 2-1-re a Diósgyőr, és megint csak 1-0-ra Videoton ellen. Utóbbi bravúr győzelem volt idegenben, kivédett 11-essel a végén, tehát a Paks elleni 3-3. Ott viszont 1-3-ról tudott egyenlíteni Marco Rossi együttese. A Ferencváros a Kecskemét elleni 1-1-jel nyitott, 0-0 Pécsen, 4-1-es győzelem a Pápával szemben, és ezután jött az Újpest elleni 2-1-es vereség. Távoli lövés! Óriásit kellett hárítani a fiatal cucinak. Nem volt túl magabiztos a Paks elleni meccsen, de sokat dolgoztak azon, hogy most jobb állapotban legyen, ne zavarja az önbizalmát az a mérkőzés, és egy gyönyörű védéssel nyit. Böde, aki még nem szerzett gólt a Ferencvárosban. Barát őrzi Szomáliát. Ez nagyon gyenge kísérlet. Bár sokan azt gondolták, hogy Ricardo Moniznál alapember lesz már Otten, egyelőre nem került be a kezdőcsapatba a holland védő, mint ahogy Alexander Jovanovic sem került vissza. Máté, Fülöp, Orosz és Belicki a többi tartalék, Kunsági Roland a cserekapus, a másik oldalon Szemeréni Norbert a tartalékportás, Vécsei, Hidi, Bielkanovic, Diaby, Fagyas és Diarra bevethető a mezőnyben. Harmadik perc, lepattanó labda, Csami teszi ki oldalra, és már közbefújt a játékvezető. Kemenes eltiltása után Ivancsics kapta meg a csapatkapitányi karszalagot, Marco Rossi úgy döntött, hogy őt illeti meg a szalag. Ivancsics számára természetesen óriási megtiszteltetés, és ahogy nyilatkozta, megpróbál ennek megfelelően szerepelni. Debreceni a védelem közepén, Ignatovicsal együtt. Szabadrúgás a Ferencvárosnak. Szomália. Szomália legutóbb, amikor a Honvéddal játszott a Ferencváros, március 18-án súlyos válsérülés szenvedett, emlékezhetünk arra a mérkőzésre. Szintén itt az Üllői úton játszották, és rosszul esett Szomália. Utána a bajnokság hátralévő részében már nem is játszhatott. Jó a szöglet! És ott a kipattanó labda. Józsi elő rúgják ki végül a kispestiek. Ricardo Moniz, aki állítólag nagyon pörgős edzéseket vezényelt, azért állítólag, mert teljes titoktartás övezte, még a szurkolókat sem engedték be az edzésekre, sőt, még nyilatkozni sem nagyon hagyták Monizt, csak a Ferencváros hivatalos honlapján lehetett tőle egy-két mondatot olvasni, hogy aztán ez a megfelelő módi egy ilyen klubnál az más kérdés.
most úgy gondolták a Ferencváros vezetői, hogy ne szerepeljen annyit. Itt látható a kép alsó részén Nagy Tamás. A segítő csapat maradt, tehát Bali Péter az erőnléti edző, Balogh Tamás a kapus tréner, és Ház Ferenc technikai vezető is természetesen a helyén. Csak Détári Lajostól búcsúzott el a Ferencváros. A hírek szerint ugye közös megegyezéssel vendégünk volt a Sport TV Mai Helyzet című műsorában Orosz Pál, a Ferencváros vezérigazgatója, és itt ismét elmondta, hogy az Újpest elleni vereség az utolsó csepp volt a pohárban. Az előző bajnokság végén Détári Lajos nagyon jó munkát végzett, most azonban egy kicsit úgy tűnt, hogy megtorpant az együttes az ő irányításával, és nem a közép mezőnyben, hanem a tabella elején szeretne végezni a Ferencváros. Úgy gondolták Orosz Pálék a nyilatkozat alapján, hogy ahhoz, hogy nemzetközi kupába jusson a Ferencváros, egy nemzetközi szaktekintélynek kell átvennie a csapatot, és ugye a Tottenhamnél, a Hamburgnál, valamint a Salzburgnál is megfordult Ricardo Moniz. A Salzburggal osztrák bajnokságot és osztrák kupát is nyert vezetőedzőként az előző szezonban. Íme a nagyon vehemens holland tréner. Ott egyébként a vezetőséggel került összetűzésbe, és ezért nem folytatta a munkát. Állítólag már korábban is tárgyaltak vele a ferencvárosi vezetők. Vernes, nem jön be a csel. Alen Pievic állította meg. Marco Rossi a képen. Azt furcsálotta, hogy miért nem szöglet következik. Szabadrugás. Hakola húzott volna el a bal oldalon. Lovrić állította meg. Alen Pievic. Jó indítás, Szomália. 7 perc telik el. Kirúgás Szomália nagyon rossz beadása után. Valami olyasmit nyilatkozott Ricardo Moniz, hogy minden játékos fejlődhet még, nem csak a fiatalok. Néhány ferencvárosi drukker meg is jegyezte kommentjeiben, hogy akkor jó lenne Szomáliát megtanítani focizni, mert nagyon gyors, de hát a labda az néha gondot okoz neki. Most is egy hasonló jelenetet láttunk. Józsi indít. A beijesztés után Szomália mellett ment el a labda. Szomália azonban zavar. Csukics. Eddig nem váltotta meg a világot az üllői úton. Szomália. Alen Pievic. Nyilván nekik, mármint Alen Pievicnek és Csukicsnak sok mindennel szembesülnie kell a kecskeméti viszonyok után. Egyrészt a fővárossal, teljesen más közeg, mint ahogy a Ferencváros önmagában az. Szomália. Röviden adta, de még megvan a Ferencvárosnak, szinte egymás szerelik. Csukics. Bedobás következhet. Szomália nem tudta kapura perdíteni, Johnson hozza ki. Klein. Grúz. Ezúttal is Grúz és Klein tehát a védelem közepén. Alen Pievic a jobb, Schwab a bal oldalon. Bár Alen Pievic inkább futó pozícióban, mint láthatjuk. Grúz ezúttal nem szabálytalankodott, ezt ítéli Iványi Zoltán. Schwab. Csami. Vernes hátra. Neki és Délceknek kell majd zavart okoznia a Ferencváros védelmében. Klein emeli ki, kicsit hosszúnak tűnik, és az is. Mint látható azért a lelátón, hát túlzás lenne azt állítani, hogy az új vezetőedző személyére özönlöttek a nézők. Íme a
foghíjas sorok. Ami át Fradi Honvédon elég furcsa. Azt ugye bizonyára tudják a kedves nézők, hogy a hőségriadó miatt később kezdődött a meccs, nem az eredetileg kiírt 14 órakor, hanem délután 4:45-kor. Azért ennek ellenére a meleg befolyásolhatja majd a játékot. 10 perc telt el, Alen Pievics lódul meg. Ez most jó beadás. Barát. Mindössze 20 esztendős Barát Botond. Negyedszer jut szóhoz az élvonalban. És most is neki kell közbelépnie. Nagyon szép megoldás. Jól csinálta Barát. Mellette egyébként a kapus Cuci. És Vernes Rihárd is 20 esztendős. Debreceni 23 éves. Tehát nagyon fiatal a Honvéd kezdő csapata. Sárga lap. Barát kapja. Hát nyilván ezek még becsúsznak. A rutin az hiányzik a fiataloknál. Az viszont nagyon örömteli, hogy egyre több fiatal játékos kerül be futballakadémiáról a Honvéd kezdő csapatába. És ott van még a 19 éves Vécsei, a 21 éves Hidi, illetve a 23 esztendős Fagyas a kispadon Márkó Rossi mellett. Délcek csele nem jó. Szomáliát rúgja meg hátulról Barát Botond. Ejzeman gyúró veszi kezelésbe a bokát. Ferencvárosi szabadrúgás a 12. percben. Egyelőre tehát Szomália ápolása miatt ember hátrányban a Ferencváros. Józsi szabadrugása, és Klein nem ugrott fel. Elég érdekesen mozdult Klein. Néz a játékvezetőre. Nem hiszem, hogy a bírónak kellett volna fejelnie. 11-esről pedig szó sem lehet. Itt van tehát Cuci Márton. A videóton ellenállították ki. Kemenes kapus 4 mérkőzésre szóló eltiltást kapott, és meghallgatta ugyan az MLS Fegyelmi Bizottsága szerdán személyesen is Kemenest, de a bizottság nem látott okot az enyhítésre, tehát fenntartották a 4 mérkőzésre szóló eltiltást. Így védhet Cuci, Vidovics pedig combizom húzódás miatt hiányzik, sérülés miatt. Ricardo Moriznak sem eltiltás, sem komoly sérülés nem okozhatott gondot. Csámi nem tudja tovább verekedni magát. Jova. Egyelőre egyébként ugyanazt látjuk, amit a márciusi mérkőzésen, nem tudom mennyire emlékeznek rá. Sokkal többet birtokolta a labdát a Ferencváros, de annyira fegyelmezetten és annyira mereven védekezett a Honvéd, hogy az FTC nem tudott helyzetet kialakítani. Szabadrugás. Ha már itt tartunk, 2006. április 12-e óta nem tudott nyerni a Ferencváros hazai pályán a Honvéd ellen. Jó, persze ebben az is benne van, hogy megjárta közben a másodosztályt. Minden esetre akkor volt 3-1, azóta két döntetlen és egy Honvéd siker az Albert stadionban. A labda mögött Vernes, 14. perc, megpattan a labda. Én legalábbis úgy láttam, kirúgást mutat a játékvezető. Nézzük meg innen, valóban nem ért hozzá senki, csak egy furcsán szitált a labda a levegőben. Zsivánovics. Zsivánovics jó igazolás volt, az FK Mácsa Savactól érkezett, és két gólt szerzett, a Videoton ellen győztes gólt,
a Paks ellen pedig az első honvéd találat fűződik az ő nevéhez. Böde. Egyelőre nem nagyon találják Böde helyét a Ferencváros kezdőcsapatában. Talán ezért nem is tudod olyan hatékonyan játszani. Most is center pozícióban. Noha a legtöbb szakember úgy látja, hogy Böde a mélységből érkezve lehetne igazából veszélyes. Negyed óra eltelt. Hazai mezőny fölén, de helyzet nélkül. Klein elég érdekesen hozta játékba Grust. Alen Pievics feleslegesen engedte el maga mellett, utána szépen tartja bent. Alen Pievics Barátot találja el. Csukics, ügyes cselek. Józsival Csukics. Alen Pievics. Hakola mellett suhant el a labda. Csami. Csami mindössze másodszor jut szóhoz. Először kezdő ebben a bajnokságban. Az előző fordulóban csereként állt be Csami. Szamália indul, Barát fejeli el a labdát. Kezezés. Ez nagyon jó helyzetből szabadrugás. Debreceni kérdezi, hogy mi történt. Én szerintem az, hogy amikor becsúszott, akkor a kezét érte a labda, talán majd itt láthatjuk jobban. Igen. Megtenni, hogy hátrafárad, kérdezi a játékvezető Vernest. Ricardo Moniz figyel. Az Újpest ellen nagyjából ebből a szögből szerzett gólt a Ferencváros, de akkor pályán volt Orosz Márk. Jobbra hallhatjuk Cuci Mártont. Nem jó helyen állt át a sorfal egyelőre. A kapus szemszögéből is láthatjuk, hogy honnan jön a Ferencváros szabadrugása. 18. percben. Mutatja Iványi, hogy jöhet a szabadrugás. Józsi fut majd neki. Nem tudta becsavarni. Alen Pievics. Így viszont helyzet. Tovább emelte Józsi. Alen Pievics. Nagyon szépen tette le Vernes. Délceg. Hát ez egyértelmű feltartás. Grúz meg sem próbált a labdával foglalkozni. Akár egy sárga lap is járhatna neki. Így van. Azt hiszem igaza van Iványi Zoltánnak. Egész egyszerűen megállt Délceg előtt Grúz Tamás. Jogos a sárga. Itt tolja meg mellette Délceg. Nincs vita. Honvéd szabadrugás. Ivancsics. Jova. Hakola. Csukics. Schwab csatlakozik. Schwab beadása, Barát. Jó labdalevétel után fordulásból Józsi. Uha! Kicsit keménynek tűnt ott a 16-oson belül. Szomália megint a vállát fogja. Nehogy ismétlődjön a történelem a Honvéd ellen, hogy megsérül. Csukics. Nem tudom, hogy ennyire tudatos-e, hogy a Honvéd így átadja a területet és a kezdeményezést a Ferencvárosnak. Nem biztos, hogy sokáig ezt itt tartani lehet. Bár mondom, márciusban 0-0 lett a végeredmény, és
hasonló volt a játékképe. Akik kitartanak a csapat mellett. Huszadik perc. Ez nagyon gyenge. Hakola. Az előző bajnokságban csak 15. lett a hazai mérkőzések alapján a Ferencváros. Mindössze 17 pontot gyűjtöttek a zöld-fehérek. 4 győzelem, 5 döntetlen, 6 veresség. Csak a Zalaegerszeg volt rosszabb ennél a bajnokságban, míg a kieső Vasas is 19 pontot szerzett saját otthonában. Hát ennél idén mindenképpen jobb teljesítmény kell. Az Üllői úton ez méltatlan volt a Ferencvároshoz, hiszen ide mindig remekű lábakkal érkeztek az ellenfelek. Eddig a Kecskemét elleni 1-1 és a Pápa elleni 4-1 a két hazai mérkőzés eredménye. Egymást tarolták le a ferencvárosi játékosok. Debreceni. Lovrics. Schwab tartja távol Zsivánovicsot. Csami. Hakola. Böde. Böde csele nem jó, Lovrics szereli. Nem történt szabálytalanság, mehet tovább a játék. Csukics. Alempievics. Baráttól pattant el Szomália. Délceg. Klein. Jova. Szomáliának rossz. Honvéd bedobás következhet. És egy kis frissítő szünet. Ez ugye ebben a melegben elképzelhető. Tehát a félidő felénél mód van arra, hogy a játékosok frissítőt vegyenek magukhoz. Még a játékvezetőnek is jár a víz. Naná, ő ugyanúgy sokat fut, mint a játékosok. Ha már elmondtam a Ferencváros hazai mérlegét az előző bajnokságban. Nos, a Honvéd nagyon jól szerepelt idegenben, hiszen negyedik volt 5 győzelemmel, 4 döntetlennel és 6 verességgel, 19 ponttal. Csak a Debrecen, a Videoton és a Győr szerzett több pontot vendégként. Ez is közrejátszott abban, hogy milyen jó szereplést mutatott be a Budapest Honvéd az előző bajnokságban. Délceg kap utasításokat. Szijjártó István, Márkó Rossi első számú segítője. Itt pedig Ricardo Moniszt láthatjuk, amint tanácsokat ad a játékosoknak. Azt mondta Ricardo Moniszt, tisztában vagyok azzal, hogy holnapi ellenfelünk, ez egy tegnapi nyilatkozat, ugye, nem véletlenül vezeti a tabellát, a Honvéd erős csapat, de a saját közönségünk előtt játszunk, így megpróbáljuk uralni a mérkőzést. Fontos, hogy önbizalommal lépjünk pályára, bíznunk kell magunkban, ez a győzelem titka. Hát maximum ennyit tud 4 nap alatt tenni egy vezetőedző egy új csapatnál. Nyilvánvaló, hogy annyira még nem ismerte meg az együttest, hogy hatalmas változásokat eszközöljön. Barát bedobása. Huha, Szomália. Azt hiszem eltalálta a fiatal védő fejét. Nincs nagy baj szerencsére.
Barát csak B-hez, de nem rúgja hátra. Délceg. Jóva nem jött, Klein rúgja előre. Újabb bedobás következik a Honvédnak. Most valamelyest kijebb tud jönni a vendégcsapat. Délceg csúsztat. Hakola. Hakola még mindig. Vernes jön vele vissza, és Hakoláról megy ki. Viszont szabadrúgás a Ferencvárosnak. Vernes húzta vonta ellenfelét. Csukics. Az ő szerepe is érdekes, mert ugye elsősorban védekező jellegű középpályás, mégis mintha a Ferencvárosban tőle várnák azt, hogy irányítson. Nem biztos, hogy erre annyira megfelelő és alkalmas játékos. Hozzáért egy fekete sportcáros játékos. Bődére figyel Debreceni, a Ferencváros harmadik szöglete. Détára is ugye nehezményezte az Újpest elleni meccsen, hogy a játékvezető ugyanúgy fekete nadrágban és fekete sportcárban volt, mint a Ferencváros. Na most nézzük meg, ugyanez a helyzet a Honvédnál. Iványi is fekete nadrágban, fekete sportcárban. Szomália. Jól alárugott Johnson. A jól természetesen idézőjelben. Marshall von Johnson. A Szomália átvesz és bum. Érkezett kőkeményen Johnson. Folyamatos kavalkád van azzal kapcsolatban, hogy Marshall vagy Johnson. Én megkérdeztem Simon Gábort, a Honvéd technikai vezetőjét, aki azt mondta, hogy Johnson a családneve. FTC szabadrugás a 28. percben. Józsi egészen át a túloldalra. Marad a Ferencvárosnál a labda. Schwab, Hakola. Schwabhoz vissza nem volt les, vagy mégis? Igen. Márko Rossi azt mondta, hogy a Ferencváros legalább egy döntetlen megérdemelt volna az Újpest ellen. Egyébként van egy ferencvárosi játékos, akivel dolgozott is együtt, nevezetesen a most cserepadon ülő Orosz Márk. 2010-ben a Kavéze csapatában az edzője volt Orosznak, nagyon ügyes technikás játékosnak tartja. Jova. Sok dolga nem volt eddig a mérkőzésen. Alempievics. De hát ugyanez azért Cuciról is elmondható. Egy nagyon szép védése volt Cucinak. Böde. Lepattanó labda. Szomália. Ott nem jön be Csukics trükkje. Szabadrugás. Krúznak jobb lesz figyelnie, hiszen van egy sárga lapja. Ignjatovics. Télceg. Lovrics dobása. Szabadrugás. Jelzett az asszisztens.
A túloldalon Medovárszky János segíti Iványi Zoltán munkáját, és hát az Albert stadionban Albert István furcsa mód az egyes számú asszisztens. Pontosan fél óra telt el a mérkőzésből. Ivancsics, aki az előző bajnokságban 7 gólt rúgott, idén még nem talált az ellenfelek kapujába. Nézzük most ezt a szabadrugást, ezúttal sem fog, legalábbis ebből nem. És indulhat az FTC, rossz ütemű a kilépés, Szomália. Szabadrugás. Hakkolát már elsőre rúgdost a Lovrics, vagy Zsivánovics, bocsánat. Másodszorra találta el igazából, aztán egy céltalan beívelés. Egyébként ugyanazt látjuk, amit az Újpest ellen. Nincs tudatos játéka a Ferencvárosnak. Grúz. Johnson. Klein. Grúz. Józsi. Megint Hakola kapott egyet, ezúttal Lovrics-tól. Nagyszerű indítás, Szomália veszi át a labdát, és hoppá! Fejjel állította meg Barát. Hát ilyen jelenetet Szomália, és az sincs bent. Hát legfeljebb a cirkuszban látható ilyen. Ricardo Moniz hidegvérrel nézi, hogy nem szerzett vezetést a Ferencváros. Egy nagyszerű labdát kap Szomália, és ott nézik a gólvonalon Barátot, aki megállítja lábbal, utána pedig elcsúszik és fejjel fogja meg a labdát, hogy ne legyen gól. Tulajdonképpen bravúros megoldás volt, hiszen azáltal, hogy elcsúszott, hogy legfeljebb kézzel érhetett volna hozzá, abban meg nem sok köszönet lett volna, mert 11-essel jöhetett volna a Ferencváros. Nagyon ügyesen csinálta Barát. És most is jól szerel. Csami. Délceg és Grúz csatája. Csukics. Szomália most kihasználhatja a gyorsaságát. Odaért Barát. Nulla a szögletaránya Ferencvárosnak. Józsi. Ezek szerint nem volt les. Józsi újabb beívelése. Kapásból, de nagyon gyenge lövés. Grúz. Az egyik új szerzemény Ignjatovics. 12 játékos érkezett a Bozsik stadionban nyáron, 11 távozott. Ignjatovics a szerb Borac Csacsak játékosa volt korábban. Szabadon igazolható futballistaként csapott le rá a Budapest Honvéd együttese. Szorin Botis helyét vette át a védelem közepén Debreceni mellett. Hakola és Gyömbér sem tud közbelépni. Schwab nem éri el, dobhat a Honvéd.
Böde nagyon erőszakos volt, 3-3 ellen. Böde tolja meg, Szomália helyzetben, és gyönyörűen vetődik ki Cuci. Szomália talán korábban ellőhette volna, csinált még egy cselt, és ezt érezte Cuci Márton. Jó lövés, Jovának kell hárítania a 36. percben. Az első komolyabb honvéd próbálkozás. Itt pedig még egyszer Szomália helyzete. Rendkívül bátor vetődés volt Cuci Mártontól. És hát jó látni, hogy tényleg sokkal magabiztosabb. Nyilván nagyon sokat beszélt vele Tóth Iván, a rutinos kapus, aki most már edzőként segíti a honvédot. Jó felépítős, 193 cm magas kapus Cuci Márton. Vernesnek magas a labda. Délcek zavar. Jova. Barát vissza. Rossz labda levétel. Hát ilyen alapvető technikai problémákon úsznak el sokszor a Ferencváros akciói, rossz passzok. A Schwab nem tudta átvenni a labdát. Vakarhatja is a fülét Ricardo Moniz. 48 esztendős egyébként a holland szakember. Szomália. Gyömbér. Józsi. Szép labda, Schwab. Beadni nem tudja. Bedobás. Johnson. Ignjatovic. Most megint csak a védekezéssel foglalkozik a honvéd, viszont indulhat a kontra. Jova érkezik, Jova! Óriási hiba, üres a kapu! És 11-es! Jova hatalmas hibája után büntetőhöz jut a Budapest honvéd. És piros lap Martin Kleinnek. Hát itt most dráma zajlik az Üllői úton. Klein nézi a kapusát. Meg tudom érteni. Őrületes hiba volt. Teljesen sima labda, rosszul számítja ki az ütemet Jova. Klein pedig csak szabálytalankodni tud. Délceg volt nagyon harcos. Hát most aztán Jova levente. Helyrehozni már nem tudja, mert ugye Klein kiállítása miatt eleve ember hátrányban a Ferencváros, de legfeljebb kivétheti a 11-est. Még nem jöhet a büntető valamiért. Le kell mennie Kleinnek, gondolom ezt várja a játékvezető. A csapatkapitány Ivancsics Gellért. 39 perc telt el, és Jova kivédi! Jova kivédi! Ez volt a nagy válasz. A sportemberhez méltó válasz az óriási hiba után. Ez meg nagyon nagy bravúr. Marad a 0-0. Megérezte Jova, hogy hova rúgja Ivancsics.
hát akkor bejött, amit mondtam, helyrehozta a hibáját, pontosabban hát kivédte a 11-est, de Klein kiállítása miatt emberhátrányban a Ferencváros, és nagyon sok van még hátra. Böde vissza tudja gurítani. Schwab. Ivancsicsnak az előző szezonban voltak kihagyott 11-esei, akkor a közönség majdnem fejét vette. Ez most nem jött jól neki. Délceg. Bevitte a sűrűjébe. Délceg, szép meglátás. Többször is megharcolt Gyömbér Gábor a labdáért. Lovrics. Szép labda átvétel. Ez most mehet tovább. Barát. Johnson. Ivancsics. Barát Botond. Nyilván megváltozik majd a mérkőzés képe, hiszen a Honvéd gondolom emberelőnyben többet fog majd támadni, többet kockáztat Marco Rossi csapata. 2007 óta nem rajtolt egyébként ilyen jól a Honvéd a bajnokságban, és nyilván most folytathatja jó szereplését. Akkor az első négy fordulóban győzött a Budapest Honvéd. Íme még egyszer Jova kivédett 11-ese. És azért ez most tényleg nagyon nagy dolog volt, egy ilyen hiba után Jovától így összeszedni magát. Csami. Alempievics hátrál. Csami. Következhet a Honvéd első szöglete. Nagyokat nyel Józsi. Nyilván most kisebb vízmennyiséget magához tudna venni. A Honvéd első szöglete a 43. percben. Jova beragadt gól! Vezet a Honvéd Csami góljával! Ugyanolyan zavartalanul lőhetett kapura, mint Csibuabua az Újpest meccsen. Vezet a Honvéd. Ami nem jött össze, 11-esből az összejött szöglet után. Csami ott mozog el az emberétől, Grúzra két ember jut. Csamit senki sem zavarta. Vernes gólpassza után Csami idei első találata. A második bajnokián ebben a szezonban. Döbbenten néznek a ferencvárosiak. 1-0 a Budapest Honvéd javára. És már is gólra váltja emberelőnyét a Honvéd. Böde. Vajon kockáztat-e Ricardo Moniz a második félidőben? Mert azért nem egy ideális bemutatkozás a Fradi pályán kikapni a Honvédtól. A
az utolsó perc az első félidőben. Jó a csúsztatás, kapufa! Ez most nagy bal szerencse volt, Böde! Csukic. Alempievics bedobása. Csukic. Könnyedén választották el a labdától. Grúz. A túloldalon már nem érhető el. Nagyon jó a szabadrugás. És Böde csúsztatja a kapufára. Pedig nagyszerűen jött be Hákola szabadrugása. Itt már a fiatal Cuci is verve volt, de megmentette a kapufa. Hát az első félidő végén felpörögtek az események. Láttuk kihagyott 11-est, kiállítást és Honvéd gólt Csami részéről, majd egy ferencvárosi kapufát. A szünetben tehát Ferencváros-Budapest Honvéd 0-1.